Szerintem a legutóbbi stream óta fejlődtünk egy 10-es szintet. A küldetésekkel annyira nem haladtam, de Star Wars-os fegyverekkel kell damage-elnem, és úgyhogy playerekre. Vannak még itt napi küldik, de ezeket ugye már megcsináltam tegnap este. Snap-en lehet például haladni, hogy gyűjtögessünk tokeneket. Lil Shefty? Na hát én oda annyira nem is jártam eddig még. Úgyhogy lehet, hogy oda elmegyünk. Lil Shefty-ben. Ruins kell még neki. Sanctuary. Kondo Canyon. És a révképben van az olivás fej. A Snap-nek. Jó, hát ilyen Snap-hez lehetne gyűjtögetni. Azt mondja, hogy complete. Meg lehetne ilyen NPC-ket keresni például. Halacskákat fogni. 49 voltam? Köszi, gyagyus. Ja, hát azóta léptünk egy 10-est. Hát küldizgetünk, srácok. Na, én a Vibe-es küldéket végigvittem, érdekes volt, picit megismertem a napot. Végigvitted az összes Vibe-es küldét, az igen. Az komoly. Hát én még csak a part 3-nál tartok. De már a part 5-t is végignyomtam. Az komoly. Az komoly szem ez. Na jó. Igen, item shopot akartunk nézni. Aha, de jó. De jó, srácok. Lil VIP. Ez egy jeges maci is hátizsák elég király. Srácok, elindult az előrejelzés. Hát ez rohadt jó. Hát ez nagyon jó. Édes Istenem. Oké. Best friend Wanda. Cica. Ez micsoda? Mi történik a kezével? Ez is cica. Vagy az nyuszi volt már? Six string. Mutasd csak. Van lila hajú, meg zöld hajú. Aha, és a gitár is eltér. Így színekben. Wow! Ez mennyire király, ez a Moon Jelly. Oké. Az jó. Nyomja. Nyomja a telót. Traverzál, ez mit jelent? Ez a traverzál, srácok. De jó ez az animált skin. Ez micsoda? Plazmatik generátor. Hogy tetszett a Marauders? A koncepció jó, hogy ilyen survival game-et csináltak. Nekem így a... Ami amiben eltér a Tarkovtól, hogy így lehet... hogy így lehet űrhajózni, az annyira nem tetszett, de végül is, amikor már így láttunk ilyen kalózos hajókat, akkor elég király volt. Király ez a
király az a dolog, hogy így lehet ilyen podokkal mászkálni, még hogyha az űrhajód el is pusztul, más hajókat megtámadni. Viszont, hogyha egy ilyen játékkal akarnék játszani, ilyen stílusú játékkal, akkor érted, inkább nyomnám a Tarkovot. Még akkor is, hogyha ott ugye nincs ilyen űrhajós harc. Több a lehetőség. De hát, ez még csak béta. Majd meglátjuk, hogy milyen lesz, hogyha megjelenik a játék. Koncepció szinten elég király. Jaj, de aranyos. Kis rák. Shelly elrejtőzik, hogyha damage-et kapunk. Tök jó. Wow. Wow. Képeróni. Képeróni. Jaj. Jó, hát megnéztük amúgy az újdonságokat a shopba. Hadd szóljon a játék. Sziasztok, Enter, miért a Tarkov nem beta alfa már mióta? Hát jó. Alfa vagy beta, tök mindegy. De content, meg élmény szinten számomra többet ad egy Tarkov, mint ez a Marauders. De hát nem is lehet elvárni. Ez... Tehát, hogy a Tarkov nem egy AAA game. Na de a Marauders az meg pláne nem egy AAA game. Az egy eléggé indie Tarkov. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon indie survival játék. Tessék, rögtön a shopba kezd. Nem, csak megnéztem, hogy mik vannak. Ezek érdekesek, Astronomist. Tarkov. Nagyon jó játék. Csak hát az is olyan, hogy így... Votozni is szeretnék játszani ilyen tankos játékkal is például, meg vovoznék is szívesen sokkal több órába, mint most, de hát ahhoz külön élet kell. Ez nem igaz. Srácok, ti is láttátok, hogy nem a shopba kezdtünk, hanem megnéztük a küldetéseket. Csak mondom. Na, küldetés. A küldetésünk az, srácok, oda megyünk, szerzünk Star Wars fegyvert, puffogtatunk. Bár igazából nem. Azt beszéltük, hogy nem oda megyünk, hanem oda. Lil Shafty azt mondta. Neked is hiányzik a WoW? Ilyen ez. Elvisszük más koronáját, mit szóltak. Menő ez a hal. Na nézzük. Ja. Tényleg némítva vannak a licenszelt muzsikák, jól van. Most kom Fortnite? Nem, ez nem komoly. Komolytalan. Az igen, hogy nyomja ott. Az igen. Na mi van? Nem talál playereket? Hát igen, ezzel a sniperrel. Még kell gyakorolni, jócskán. Hát, látjátok. Jól van, azért az egy helybe álló célpontot eltaláljuk. Na, tehát ugye oda a kékre megyünk, mert tokeneket akarunk szerezni. Jaj, nyomtam egy space-t! Basszus. Jó, hát nem para, srácok, oda megyünk. Bastalion oda szállít minket. Legel kicsit kényelmesebb játszani? Na, hogy szemez. Ja, kéne gazolni majd a... Srácok, én trióba jöttem be? Nem is szóltatok, srácok, azt akartátok, hogy meghalljak. Vagy, hogy ilyen kemény vagyok, hogy triókat ölünk.
Kevesebben vannak, van idő a világ végén questen. Nem tudom. Szóval, kollekció, nem, quest, snap és shafty. Ja. Elvileg, ott van, ott jelzi. Na, alattam van. Hogy lehet itt alulra menni például? Jobban van a te köszi szemmel, ez nagyon rendes tőlem. Hogy szóltál? Szóval itt valahol van valami barlang. Vagy ezt most hogy kell elképzelni? Hát itt jelzi, hogy alattam van. Na jó, hát ezt nem vágom. Nem vágjátok, srácok? Ott van. Túl lesz majd innen elmenni, ugye? Hoppá, hát ilyen kereket nem akartam fölvenni, de nem baj. Na hát, még egy DMR. És itt van még egy token. Valahol. Level up! Ja, valaki rám jött. Hát mindjárt szűkülünk, ugye? Látom. Hát ez gond. Nagyon messze volt a rendes fegyverem, de a jó hír, hogy összeszedtük, ami kellett, ugye? Így van, megvan a szuperfejes, úgyhogy mehetünk majd a ruinsba legközelebb. És most már szólót nyomunk. Jöhetek. Hú, ez eléggé. Ez már valami új magyar? Ez egy új magyar. Kifejezés lehet ezek szerint. A jöhetek. Amúgy lehet, hogy ez egy IKEA bútor, Gabcsi. Tényleg. A hatos oldalról már megvan minden. Hát igen, nagyon jó. V-buksi legyen? 7 ér. 7 ér mit lehet venni? Semmit. Virágos fegyverszkin. Na, srácok, megvettünk egy ilyen esést, megveszünk egy ilyen emote-ot. Jó. Van emote. És akkor már 4 dolog be van gyűjtve erről az oldalról. Benne lesz-e így az első 15-ben? Na, tessék. Az első 15 kiesőben? Jajjajjajj. Már még, én mindig.
kekeckedés. Amúgy, srácok, Semenz arra gondolt, hogy sikerül elérni a top 15-öt. Megint jó. Köszönöm szépen! Na látjátok? Na látjátok? Leather Taylor figyel rám. Na tessék, lett egy epic gliderem, de megmondom őszintén, ez annyira ezzel a skinnel nem tetszik. Úgyhogy marad ez. Hát igen. A híres. Trion vagy? Nem vagyok Trion. Nem vagyok Trion, mert Koviubi. Ne haragudj, már nem. Elkéstél. Leather Taylor kapja a napi király címet. Na hát egy percet kell várni. Akkor azért váltunk az előbb ennyit, mert trió volt. Elúszunk a pályára, jó? Gyorsan. Nice, nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatásodat. Már a 22. hónapja. Üdv újra itt köztünk. Srácok, peregjenek azok a bizonyos szövegek. Ja, na, a kondó kanyonba menjünk most. Úgy. Köszi, hogy a Prime-odat még mindig rám használod el, Mice. Kíváncsi vagyok valamire. Ó, nem köszöntük meg a buszsofőrnek. Kíváncsi vagyok, hogy egy sokat feltett kérdésre válaszoltak-e. Tehát ide jön más is. Aha, egy valaki jön. Kinek kell ilyen sátor? Na, ez melyet? Astromist. Oda néz, Astromist. Köszi. Amúgy nem jó helyen vagyunk. Kondó Canyon. Ha. Aha, mutatja. Egy mínusz, srácok. Egy mínusz. Ja, ez kettő ugyanolyan fegyver. Ezt most fel kell vennem, vagy nem kell? Aha. Csak be kellett gyűjtenem.
Nem szokott nézői játék lenni, srácok. És szerintem nem is nagyon lesz. Majd talán egy év múlva. Vagy kettő. Vagy három. Azután lesz nézői játék, hogyha a Gabcsi jön. Sportizni velem. Persze, azt akartam felvenni. Van egy rossz érem, srácok, előbb lesz euró a forint helyett. Az igen! Az igen! Na, elvileg... Elvileg itt van token. Pedig én úgy tudtam, hogy Gabcsi nagy fort is. Látjátok ezek szerint, nem? Ú de rossz a loot amúgy. Hogy egyszer még gránátozni is kéne. Az igen, van itt röcskölő. Adott nekünk nagy izé, shieldet. Az jó. Jó, hát akkor veszünk fel bountyt. Inkább a Fall Guys? Aha. Kéne valami normális fegyó? Még mindig. Jók vagyunk amúgy, mert itt a kör. Tehát, hogy... Nem lesz gond. Ez alattunk van valószínűleg, vagy fölöttünk. Hétfőn kezdtem, mert van két vinem. Az igen. Az igen. Jól megy, Gabcsi. Hát, ez gyönyörű. Nem tetszik az a hely. Nincsenek itt jó lootok. Hát de most ez hogy lehet, srácok? Ez hogy lehet? Na, mi az, ami még kell nekünk? Sanctuary, hát oda nem megyünk. Ruins, oda sem megyünk. Ravecave, oda sem megyünk. Oké, okay. Akkor más küldetés. Hát akkor Star Wars-os fegyver. Irány a Star Wars-os fegyver. Amúgy én huntoznék. Phoenix, de hát... Az már tényleg nem fér sehova. Jaja, a Star Wars-os fegyó még összeszedhető. Loot. Epikus loot. És értitek, valaki ilyet itt hagy. Hát hogy volt Mersze? Na, ez jöhet. Ezt jobb szeretem. Hogy is hívják? Combat Assault Rifle. Ja, ezt szeretem. Ott is van.
Tudjátok, hogy mi a gond, ugye? Ki ez a srác? Ezt a koronát sajnálom, hogy ott hagytuk. Amúgy ez a zsebtorony minek kellett? Amúgy tényleg ledört, Taylor. De így komolyan. Örültem, hogy nincsen építkezés a játékba erre. Port the fort. Kösz. Na, hát ugye ő látta. Kösz. Jó, hát akkor go, puti. Ez 77 HP, ez semmire nem elég. Köszi, 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 halunk. Köszi, hal, igen, ez jó. Hát akkor inkább használni kellett volna. Igen, srácok. Mitik fegyverrel. Mitik fegyverrel. Nem baj, srácok. Küldiket csináltunk. Küldiket csináltunk. Tehát, hogy mindig ilyen játékosokat kapok most már, akik ilyen e-sportoló szinten nyomják. Hú, na, snap. Azt nézzétek. Azt nézzétek. Gyűlik, gyűlik. Gyűlik, gyűlik, srácok. Azt mondja, snap, igen. Zsír. Sushi fejű lehetek most már. Elképesztő. Hát ja, a Star Wars fegyver az messze volt. Na mindegy, menjen a következő. Menjen a következő. Üdv mindenkinek, srácok. Sziasztok, sziasztok. Gyűjtögetjük Snapnek a darabjait, miközben küldiket csinálunk. Basszus, hányszor mondom én is ezt. Hát kell csinálni. Kell csinálni. Jaj. Srácok, elindult a következő előrejelzés, melynek témája, hogy lesz-e kettőnél több killünk. Remélem ez tudja mindenki, hogy hogyha a nulla killem lesz, vagy hogyha egy killem lesz, az nem számít, és a kettő sem számít. Tehát, hogy legalább három kill kell, hogy legyen. Mit jelent az, hogy E11, tötött kapi? Na, tehát küldi. Snap. És hát Sanctuary, oda mennek. Ruins, oda is mennek. Nem tudom. Menjen a Wraith Cave. Menjen a Wraith Cave. Kell még csinálni weekly questeket is. Zero pointot meg kell nézni motorcsónakban. Jaj! Már megy, srácok, már megy. Már megy. Izé, snap, Wraith Cave. Ügy. Ja, a Star Wars-os fegyvere is küldetésem, ja. Lehet az, hogy 11 éves sportolok már? Lehet amúgy.
Ja, értem. Értem, hogy az E11-re mondtad, Phoenix, hogy mit jelenthet. Ez gond. Ezt nem is lehet szétütni. Ott is van. Elhitte. Elhitte. Na jó. Csendben maradsz? Jó. Clappy trappy. Party Royale Radio. Szóval, hogy ezen a részen vagyunk. Hogy ránk jöttek amúgy. Te jó ég. Az igen, srácok. Ötvenhárom pénz. Kéne egy jobb shoti. Szerintetek? Rálőttem az NPC-be. De most már ők is lőnek rám. Jaj, de jó! Jó, menekülni kell. A francba, ő átváltott és jól lelőtt. Hassan! Hassan megadta nekem, srácok. Megadta nekünk. Hát ez sajnos egy killet, srácok. És egy token. Igen, rá kellett volna támadnunk, srácok, nem menekülni. Hát jól kell felmérni a szituációt. Na, 63-as szint. Mindjárt 64-esek leszünk, srácok. És akkor kettő szintet lépünk. Hát igen, a Star Wars-os az nem haladt. A Rave Cave-ben meg így nem tudom, hogy hol kéne keresni a tokeneket, mert egyet találtunk, és így ennyi. Ja, értem! Tehát nem weekly questeket kell csinálni, hanem hatos questet? 1-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os. Aha. Ugye? Ugye? Jól értem, srácok? Vagy rosszul értem? Amúgy valószínűleg jól értem. Tehát, bowler, zipline, geyser egy meccs alatt.
Tehát grapplös kesztyűt kell használnunk, hogy elkapjuk azt a felvonót. Wow, milyen jó küldik vannak. Ez tetszik. Tetszik, milyen jó küldik vannak itt a weekly-be. Amúgy elég jól áll egyébként a weeklink is, kacok. Most nézem. Mondjuk ezt a... IO Airship Crash. Ezek az IO Airship-ek, ezek azok, amik így pár hónapja bent voltak, és így volt rajtuk jó loot, meg lehetett harcolni NPC-kkel rajtuk, ugye? Az volt ez az IO Airship. Igen, köszi az úr. Tehát snap, snap és révkév. Jó. Oda megyünk. Van-e értelme belekezdeni a tarhoz? Persze. Persze. Na ná. Ó, biztos jönnek ide. Fel a pénz, semmi gond. Ez meg egy charger, semmi gép, fúj. Mondd lát. Na az kell. Az is jó. Az alattunk van valószínűleg. Na jó. Ezt is amúgy meg lehetne csinálni. Keresni kell egy zippet. Na. Jó, ezt meg kell csinálni. Ez jó küldinek tűnik. Megvan. Ez jó küldi volt, srácok, nem? Elvileg alattam van. Vagy fölöttem van egy. Amivel, tehát ahol lootolnom kéne. Jó, nézzük csak. Na, menjünk be. Hát csak felugrott a karakterem, nem baj.
Na jó, ez van. Haver. Ez van. Halló? Ez mi volt ez az akadás? Most jön a kör? Nem tudom. Lehet újra. Na hello! Hát ő még nem tudja, de nekem kell. Na. Hát hogy... Na, most hát, hogy jön utánunk. Na, elvileg fölöttem van valami. Valami token. Hát az helyzet, annyira nem állunk jól. Na tessék. Hát ezt a hiet nem akarom. Áh! Nézzek, Anonymous hogy levadászott. Francba, nem baj, ezt a révkévet kell nyomnunk. Hogy levadászott. Van-e esélye most kezdő playernek? Nekem azt is értek, hogy nincsen kezdő matchmaking. Nincsen kezdő matchmaking. Nincs kezdő matchmaking, de ettől még, tehát hogy bármikor kezded el a játékot, mindig lesznek nálad jobb játékosok, meg rosszabb játékosok, szóval igazából annyi, hogy amióta kint van a Tarkov az alatt, az 5-6 év alatt, azóta már rengetegen szedtek fel több tapasztalatot, mint amennyit most te felszedhetsz, érted? Tehát, hogy sokan nagyobb előnyből indulnak, ja. De ettől még szerintem élvezhető. Negyvenegyedik lettem? Jól látom. Még mindig béta a Tarkov? Persze. De hát most ez egy ilyen dolog, tehát hogy béta és... Tehát, hogy... Lesz-e kettőnél több epic fegyvereinek? Hoppácska. Hoppácska. Na ezt gyorsan össze is hozzuk itt a tutorial szigeten. Már ha lehet ilyet csinálni. Bár én csak rert látok itt amúgy. Hogy látom, nincsen. Ú, az a hélós skin. Azt tudja a hélós szín, a Master Chief. Igen, igen, snap, révkév. Hát, még egyszer menjünk ide. Megnézzük. Azért összehozható simán, mármint micsoda. A két epic fegyver a kezdőszigeten? Hát, én nem tudom, én nem láttam epiket egyáltalán. Na jó, hát neki ott már fegyvere van.
Ja, hát ez meg nem olyan. Mindjárt visszajövünk ide, srácok. Jöttik az építést a játékban? Hát van zero build. Nem vették ki. De ez zero build, amit én nyomok. Ez legendás. Oda nézzetek. Na hát ez mennyei, ugye? Hú, hát most szórakozol velem? Amúgy azt is meg kéne tartani. Nem fér már el nálam több pénz, srácok! Így rosszul van, vagy mi van? Mert? És akkor, hát nem tudom, amúgy eldobjuk a shieldet. Úgy mindenkinek, srácok. Eszünk fel egy... Alattunk van egy. Hogy fordik el? Hát ez van a menetlenbe, srácok. Látom. Na mi van? Opa.
Ugye megyünk tovább. A révkévbe vissza kell menni, srácok. Na ez az, nyomd a muzsikát. Amúgy tényleg nem feltűnő a gliderem? Kapcsoljuk. Hagyjál már bolond fádról! Jó lesz ez! Persze, persze, nincs gond. Látunk tovább. Szóval, hát nyomjuk a Fortnite-ot, mert jó, nem? Nem jó, srácok? Szerintem jó. Na hát, ugye? Ennyi. Na, pénzt már ugye nem tudjuk felvenni. Klikiti klik bang bang. Az a baj, hogy annyi dolog van benne, hogy nem tudom feldolgozni. Ó, pedig az nem sok gabcsi. Amint tényleg nem. De elsőre biztosan múlt sok, nekem is sok volt. De aztán... aztán minden megváltozott. Aztán minden megváltozott, gabcsi. Mint például, hogy szűkül a kör, és rohadtul mennünk kell. Hát nem tudom, hogy hol kell. Ott van. Ott van. Nagyon jó. Jó, ezzel így tudunk menekülni. Az a helyzet, még kéne egy. Ez itt van? Nem, fölöttünk van. A repülőn van. Na jó. Kéne árlőszer. Az pont nem érdekel, de semmi gond. Árral szemben úszunk, az a jó. Ó, és tényleg lett kettőnél több epic fegyverem. És látom, hogy az volt az előrejelzés. Ajaj. Gond, előrébb kéne rakni. Jó. Mert talán jók leszünk. Fort a fort. Szerintem az Apexben több dolog van. Ja, hát ott még varázsolhatsz is. Itt legalább varázslás nincs. Ott van enemy.
Jó, és akkor most jön az a rész, hogy súgy, lemegyünk. Ha, érdekes. Azt a rohadt! Erre nem! Erre egyszerűen nem tudtam felkészülni, hogy valaki lángszóróval nyomja. Jézusom, hát ez mennyire epikus! Jesus! Hát az FG az a Fall Guys. Jesus! Jó. Na, weekly questek, ugye itt megcsináltunk egyet alul. Use Baller, Zipline és Geyser. Jó, csináljuk meg ezt, mit szóltak? Baller, Zipline, Geyser egy meccsbe. Megyünk Rave Cave, aztán megyünk le a fámhoz. A Realty Fallhoz. Ben lesz-e az első 30 helyezett között? Ja. Hát ki más lehet amúgy, Szemánsz? Jó, nem kötözködök. Elveszem még itt a kedved. Nem hív be, srácok, túl magas MMR-en vagyunk. Viszont most meg kéne költeni pénzt. Pénzeket kéne költeni. Mert nem lesz jó. Na, nyomunk valami táncot, tessék. Ezt nyomjuk. Van is valami pénzköltös, ezt nyomni kell, srácok. Hú, oda néz, ezt nekem csinálták, srácok. Ihenter van a meccsen, ugye? Első voltam, aki megköszöntem, csak mondom. Ja, Rave Cave. Jézus! No. Mindjárt megyünk. Jó.
Akar a fene oda be... Engedj ki! Engedj ki! Na. Amúgy nem is erre akarunk menni most rögtön. Ott egy kicsit meghasadt az ég, amerre menni akarunk. Na. Jézusom! Csak a golyómat ne! Csak a golyómat ne! Adja, de! Nézd meg! Nézek, tönkre teszi a golyómat. Ja, hát akkor... Nyomom. Geyzir. Nem már. Nem már. Jó. Ide jön? Nem, elmegy. Jó? Egy zipline. Megvan. Srácok, megvan. Na jó, vissza kell menni, srácok, a révkévhez. És szereznünk kéne egy tokent. Tehát egy küldetés most megcsináltunk, hogy izé, ilyen labda, gejzír és zipline használata egyszerre. Meg is kaptuk Szepnek az egyik chestjét. Hát általában a jó Jézus az Jézusom szokott lenni, a rossz Jézus meg csak simán Jézus. Na, hát most így mi van? Jó. Hát jobbra, menjünk jobbra. Miért tesz mindent? De amúgy nem tudom. Elvileg itt egy repülő. És ott van rajta a token. Jól gondolom, srácok? Hát nem. Nem tudom. Hol akkor a token? Itt jelzi. Ez jó lót volt. Egyszer. Sács egy kicsit belagolt. Vagy benne van? Ja, várjál, hát benne van. Sács, itt van. Jó. Na, tehát akkor ez is megvan. Questek, Snap, és akkor a Ruins, Sanctuary. Ruins, Sanctuary és a Weekly Questek. Na, Weekly Quest. Aha. Hát, arra elmehetünk. Kellene egy labda. Menjünk neki valakinek, izével. Vaddisznóval. Wow. Timber Pine-t kell Ripso Launcherrel. Jó. Jó. Amúgy ez elég jó. Gyűrűket is kell gyűjteni, az az ötös. Charge SMG-vel kell damage-elni.
nagy gombát disztrojolni. Jó. Jó. Ez tetszik. Ebbe benne vagyok. Klikki tik klik bang bang. Na hát ez megérte, ugye? Tudja. Vagyunk, srácok, jó vagyunk. Lord Fairy, köszi szépen a 2 év támogatásodat. Itt újra étkeztünk. Srácok, peregjenek a szvegek Lord Fairynek. Azt hiszem, szíves. Köszi Lord Fairy a támogatást még egyszer. Köszi rezsire. Elvileg ott kell táncolni. És itt lehet táncolni? Hát itt hogy lehet táncolni? Tessék. Meg lehet kapaszkodni? Meg lehet. Oké. Okay. Ja, és a többinél is kell. Ha itt, akkor itt kéne motorcsónak. Ja, hát ez szíves, hogy ide visszajöttem. De nyomjuk a delfinezést. Nagyon nagy a baj. De miért fogyott ki? El onnan! Miért kaptunk egy ilyen jó játékost? Miért? Gyorsan! Ez az! Jó! Valaki megszerez... Aj, ne! Valaki meg szeretné kapni Szemán, Szféra karcolót, vagy Astromistot. Miért akarod őket megkapni? Tudom, hogy jók, de... Ennyire? Döntött Kápi. Ennyire jó? Azt mondod? Hát ez jó! Ez jó!
működj! 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 Mukodj! Mukodj! Na amúgy például Gabcsi is moderátor. Ugye? Csak nem itt a számít. Gabcsi is jó neked? Töltött kell. Te jó ég. Szarban a haza. Mikor kaphat valaki moderát? Mit tudom én? Hát, hogyha csúnyát csinál, akkor kaphat moderátor. Hát, akkor jön egy moderátor, azt megmoderálja. Ez egy teszt volt amúgy? Jól csinálom, jól osztogatom a moderátort? Ez tuti egy teszt volt, srácok. Upgrade bench. Na tessék, mehet. Ja, mehet. Na. És moderátor rangot. Hát, sajnos. Akkor kaphat moderátor rangot valaki, hogyha nem kérdezhet meg, hogy kaphat-e. Úgyhogy... ha te azt szerettél volna lenni töltött KP, akkor ez most már bukott ügy. Elvileg amúgy igen. Bárki kaphat moderátort 0,01% eséllyel, hogyha feliratkozik. Igen, igen, ezt én is így tudom. Jajjaj. Asztorod! Tette a karodjina! Édes Istenem! Basszus, nem láttam a nyomát, hogy ő ugye itt van. Nem baj, haladtunk a küldékkel, nagyon jó. Haladtunk a küldékkel. És a tier 3-mal már 3% esély van a moderátorságra. Igen, igen. Na azt nézzétek. Snap. Na figyeljétek. Megszereztük a kis testét. Ezt. Látjátok? Ez meglett. Ja, én nem akartam felvenni, csak editálni akartam a stílusát. Most már megvan ez is, meg az oliva fejű is megvan. Jó, mehet vissza, srácok. Lesz-e assist? Nincsen assist, Simmons. Ez becsapós kérdés? Becsapós kérdés lesz, srácok. Hogy lesz-e assist?
Na, hogy állunk? Snap. Na, srácok, Ruins és Sanctuary. Ruins és Sanctuary, oda kell mennünk. Jó. Aztán weekly questek. Meg táncol, tánci. Na, tessék, ott például lehet táncizni. Meg ott is lehet táncizni. Meg ott is. Aha. Cowcatcher. Szevasz, gentleman. Lesz-e három vagy annál több kill-je I-nek? Nyugodtan íratod amúgy ezeket az előrejelzéseket úgy, hogy így nem írod oda, hogy I-nek. Mármint, hogy... De amúgy igen, amúgy ez jobb megfogalmazás, mint hogyha nem lenne ott, nyilván. Csak szerintem, hogyha szólózok, akkor így nem arra gondol az ember, hogy valami random arcnak a meccsban. Toltam el Multiversus online-ban. Egy srácok, toltam. De amúgy ezek így fent vannak az interneten. Hogy így, hogy toltam el. Search Supply Drop. Ez a daily questünk 1000-ért. Na, Star Wars fegyver van a Vibe-imba, Snap, el pedig Ruins. Menjünk amúgy a Ruins-ba, hát most srácok. Haladjunk. Legalább akkor egy dolgot megcsinálunk, Snapnek meg lesznek a skinjei. Üdvöd mindenkinek, skacok. Hát amúgy, de most nem tudom, hogy szokott másik csatornán működni. Sokat ott vagy egy chaten, aktívan részt veszel, nem csak a Twitch-en, a közösség életében, sokat segítesz, nem vagy, nem nyomod fullba a kretént, és akkor kaphatsz moderátorságot. Ez általában így működik. Tehát, hogy ez egy kiérdemelt dolog, és nem pedig egy olyan, hogy kérhetek? Persze, tessék! Megy a közös előfizetés? Közvetítés? Tessék, vége. Most már nincsen. Nyomtuk krappával a izét, a Marauders, úgyhogy úgy maradt. De köszi, hogy szóltatok, már ki is kapcsoltam. Jó lenne amúgy egy Star Wars-os fegyver. Gyertok mit? Lesz három vagy több kill, oda megyünk. Na, ez epic lenne? Nem. Már csak a második megköszönő lettem. Na szóval megyünk Snapnek a cuccára, csak előtte leugrunk arra a Star Wars-os helyre. De hogy mehetnénk fölülre is, ahova a shuttle megy. Jó, most ki, és gólá. Hogy miért hiszi azt, hogy mindenki, hogy a moderátor az olyan jó buli? Hát, mert lehet bannolni, és vannak jogaink. Nem tudom. A hatalom mindig vonzó. A kötelezettség az nem kell. De a hatalom az jöhet. Jó, átnéztük. Ez szép volt. Az elsőt konkrétan elmisszeltük. Jöttem third partizni.
itt is van! Jöttünk third partyzni, sikerült. Oké, amúgy haladtunk a Vibe-innal. Device uplinkünk van. Jó, snap, sanctuary. Itt csak kitartónak kell lenni, srácok. Csak kitartónak kell lenni. Megnéztem a Forza DLC-t. Gondoltam rá amúgy, de rájöttem, hogy nem vagyok nagy forzás. Hát vélzes meg pláne nem, úgyhogy elengedjük. Pedig amúgy szívesen megnéztem volna. Ja, vágom, vágom. És rohadt menők amúgy a hátvízes járgányok. Ott a srác. Én most egy NPC-t öltem, vagy mit öltem meg, srácok? Igen, meg lett a három kill, csak nem értem, hogy... Azok ott ketten voltak. De azok hogy voltak ott ketten, srácok? Az hogy? Ezt valaki érti? Ott voltak ketten együtt, úgyhogy nem bántották egymást. Hát... Ez érdekes volt. Inkább forzás, mint fort is. Mi a baj a fortival, srácok? Újabb előrejelzés, sikerül-e összehozni 5 killt? Ha 6 lesz, az számít? Szemenz. Teameltek egy, I guess, vannak ilyenek sajnos. Binge game, csak annyi. Ja, értem. Végül is az egyetlen játék kb. Így a... Mármint az egyetlen játék volt kb. Amiben így trendi dolgok voltak, és folyamatosan változó pálya, meg content, ugye. A Battle Royale-okban szerintem kb. Ez a legváltozatosabb Battle Royale, ami így jelenleg a piacon van. Arról nem is beszélve, hogy tele van olyan skinekkel, amit így szeret az ember például. Ott vannak Marvel-es, ott vannak a DC skinek. Hát nem mondom azt, hogy ez egy jó játék, meg hogy mindenkinek jó kell, hogy legyen. Na tehát, Snap, Sanctuary. Vagy Ruins-ba menjünk először? Menjünk a Ruins-ba. Mindkét helyen már csak egy token kell. Ja, ízlések és pofonok. Nekem nem tetszett a Forti, mert építeni kellett benne. A legalábbis a Battle Royale része. A Save the World az pont emiatt tetszett.
De a Battle Royale-ban én egyszerűen ezt az építkezést ezt így nem akartam. Pont amiatt nem, neked pont amiatt nem tetszik Zakika, mert hogy mindenki benne van. Én úgy tudom, hogy van benne Assassin's Creed-es skin is. Scott, van benne Assassin's Creed-es. Na, srácok, egy újabb skin van meg. Egy éve, márciusban, amikor behozták a Kratosos skint a Fortiba, akkor arra azt mondtam, hogy hát nagyon ciki, hogy Kratos tönkreteszik így, hogy így ilyen nevetséges táncokat lehet vele nyomni. De amióta rájöttem, hogy a Fortnite az egy ilyen játék, igazából most na. Ez egy ilyen játék. Ja, kedvenc játékod? Nincs kedvenc játékom. Na, snap, és akkor már csak egy van. Ne. Mi ott hagytunk valamit? Nem hagytunk ott semmit, jó. Azt hittem. Hol a Sanctuary? Ott van. Jó fele megyünk, srácok. Oké. Okay. Jó. Amúgy, amit itt középen szoktatok látni, az egy opcionális dolog azoknak, akik nem hallanak jól. Én bekapcsolom, mert segít. Az akkor is, hogyha az ott egy láma. Az ott egy szétlőhető láma. Aha. Most rá fog menni az összes.
Fú! Ez most mi volt? Jó, azt akarjuk. Miért bántom a lámát? Mert ez pinyáta. Pinyátát meg ütni kell! Nekem egyébként így lett játszható a játék, hogy nem kell benne építeni, mert ha kéne, akkor az nagyon nem az én játékom lenne, hogy így nyomkodok gombokat, még pluszba nem tudom, hogy hol a VASD mellett. Az nem adta volna. Óha, nagyon jó. Hogy ennek más hangja van. Hát, jó, gyere. Ja, hát az építés nekem is tetszik, csak nem a Battle Royale-ba, igen. Gondolom hangrév a killeket számolja, tippálnom kéne. Jajjaj. Kéne az utolsó, srácok. Az a helyzet, ez már itt nem a Sanctuary. Az még ott a Sanctuary-nek, ott az utolsó. Jó. Az épület tetején van. Ja, mert a killekre fogadtál, aha. Nem az épület tetején volt. Jó. Mindjárt nézem, hogy mit kéne még csinálnunk. Snapnek az összes cuccát már összeszedtük. Ami ilyen a pályán volt elrejtve. A többi weekly questes. Aha. Hát végül is visszafelé szaladjunk. Hát nem a legokosabb döntés. De akkor legalább a körrel tudunk mozogni. Jó, egy perc. Tök mindegy. Neked ez a fegyver túl lassú? Jól kell vele célozni. Én nem tudok vele jól célozni, de próbálkoztam. Ezért jöttünk. Basszus, és most lőnek! Ja. Jó, mindkettő kell.
Freedom issue-jai vannak a Stormtroopereknek. Hát akkor csá. Ott ő volt az, aki lőtt ránk. És ő a másik. Most már nem vadásznak ránk. Ez a póni? Hát ez ugye a Bat Stallion a Borderlands-ban. Nem vágjátok? Bat Stallion? Én nem ár most mi van, hogy mindenki fortizik. Én nem tudom, hogy mi van mindenkivel. Bejött a nem kell építeni mód, én azért nyomom. Meg mert... Nem csak egyedül tudom játszani. Oké, hogy most egyedül streamelem, de hogy esténként szoktam játszani haverokkal, barátokkal. Bat Stallion. Ó, pedig a Borderlands jó játszik. Party Cactus. Neked tetszene szerintem. Ilyen sötét lett. Szia, Bazsi! Nem futunk. Ő valószínűleg most nem boldog, srácok. És én sem. Meg kell menni. Nincs hírünk. Ölött ránk. Na hát itt ugye lehet nekem gratulálni. Hihi! Jó voltam, srácok! Hihi!
Na, mit szóltak? Is gond. Hello. Mitik fegyverrel. Basszus. Hát nem volt ugye hírünk. 4 hír, 70%-os pontosság. Jaj. Több a HP-n is van. Ja. Hát ugye akkor sokkal bátrabb lettem volna. Azt nézzétek. Meg lett a fobkefe. Ja, hamarabb kellett volna gondolkodnom azon, hogy kilőjük a Fort Portot, vagy Port Fortot, igen. Szóval van fobkefénk, meg egy ilyen, hát nem tudom, teha a snapünk. Jó. Na, srácok, amit sikerült eddig elérnünk, az az, hogy Snapnek most már
Hogy nézek ki? Mi a baj a Borderlands-essel? Ez egy olyan karakter, ez a Snap amúgy, hogy így én tudom összeállítani a fejét, a testét, a lábait, a kezeit. Ja, fog kell félrem? Úgyhogy most ezeket csináltuk, srácok. Itt a step küldikből már csak a V-click kellenek. És hát még jön hozzá ugye skin. Ezek szerint. Vibin-ba olyan van, hogy listening device-t kell tenni az Imperial docking bélyekhez. Ez a part 3. De engem jobban érdekel most az, hogy a V-click-et csináljuk. Nézzük a küldiket. Na, örülök egyébként, hogy izgi lett így a vége. Benne leszünk-e az első 15-ben? Ez itt a kérdés, srácok. Azt mondja, hogy chest, ammo box a crashed IO airshipnél. Aha. Sunflower vagy a fungi farmon kell. Reality seed. Ripszó láncsár el kell alkotni. Struktúrákat kell disztrojolni. Jó, hát amúgy menjen ez, srácok. Plantelünk listening device-okat, és nyomunk Star Wars fegyverrel. Nem tettem, hogy az első kieső, vagy az első 15 helyezett, de hát nyilván az első 15-re. Hát igen, igen. Jól van. Na, hát akkor ez. Tehát week 1-es questet csinálunk, jó? Aztán majd ezt a modolást is megnézzük, de ezt nem vágom, hogy kell csinálni. Tehát modolni kell a whiplash-t offroad tire-ökkel. Nem tudom, mi az a cowcatcher, de az is kell rá. Aztán struktúrákat kell disztrojolni. Tehát kis toolboxokat kell nyitni, vagy a gas stationnél lootolni, és akkor egy whiplash-t kell modolnunk. Ilyen is van. Na, tehát nem az IO-t mondtam, hogy azt akarom csinálni, nem. Itt volt egy... ja, Vibin. Vibin és a week 4-es quest. Ez az, amit csinálunk. Teljesen rá van függve a fortira? Igen, igen, istog. Elveszed az abroncsot, vagy az orkupat, és rádobod arra a fajta autóra. Köszi Duma Manó. Mizu is tag. Legutóbb, amikor fortisztunk, akkor voltak nyereményjátékok, most meg nincsenek. Amúgy Lord Fairy, ha még itt vagy, gratula a 2 éves badgethez. Én is gyorsan megpergetem neked is, és Mice-nak is, mert arról lemaradtam. Meg nézem, mit tudok tenni nektek. Nyereményjáték ügyben. Mit szóltak? Na. Mi legyen? Nézegetem, mik vannak. Miket lenne jó kisorsolni. Hát! Legyen ez a Just Die Already. Mit szóltok? Forti kulcsaim nincsenek. Jelentsen az bármit. Ez Steam-es
Ez Steam-es Just Already kulcs. Apókos játék, igen. Bár van olyan, hogy Kill It With Fire, az nem hasonló egyébként? Érted az előrejelzést? Na szép dolog is, a game, hát mármint, hogy a moderátorok meg így csinálják. Van valami Kill It With Fire is, az is valami ilyen izé gyilkolászós, nem vágom pontosan gárdok. Na oda, ugye oda ugrunk ki. A Jazz Die Already a nyugdíjas szimulátor? Na hát majdnem. Pókok, nyugdíjasok. Na ugye ide kellett jönnöm? Imperial Docking Bay. Ja, ott van. Ültettem, le van ültetve. Na, következő. Ott van. Hát, nincs is messze, ugye? Á, nincs messze. Na jó, hozunk egy ilyet. Na, ez a Cowcatcher. És akkor még kell a Whiplash. Köszi a linket róla. Szemánsz. Szegény. Na, megyünk tovább. Hagyni kellett volna, hogy kilútolja a legendását amúgy. Szegény. A Whiplash az a nagyon gyors járgány, ami Vice City-ben is például benne van. Szerzel új magot, akkor újra tudod ültetni, térképnél aztán balra látod. Ja, de nem akarom... nem akarom a izét szétszedni, mert ott szoktunk játszani a csapattal, úgyhogy... azt nem akarom onnan elszedni, mert aztán meg nem rakom vissza így a stream végén, nem lesz ott a fám, azt nem lesz jó az első köröm, úgyhogy... így ezt azt off-olom. De ja, lehetne ültetni. Ez egy borzalmas fegyver egyébként. Mármint, hogy nagyon pontatlan. De legendás. Közelre jó. Kb. Mint egy shoti. Legalábbis szerintem. Srácok, eddig eltelt 4 perc, senkinek nem kell a nyugdíjas szimulátor, ahogy látom. Ez egy rossz játék, ezek szerint. Még Steam játékok számát növelőnek se kell nektek. Az komoly. Srácok, megyünk installálni. Ezen még az nekem megvan. Smurfre egy ós esetleg? Srácok, halunk? Wow! Itt a sátor!
De jó. Hát ugye csak én is találni kell kész. Jó, mehetünk tovább. Oda. Ez a futószimulátor. Ahol az űrhajó, ott lesz a nagyúr is. Komolyan! Ez egy érdekes statisztika? Ion the Beast. Na! 1000 méter nekünk ezt esin a minimum? Na szép! Na, az gond. Itt 2022-ben még járnak az emberek iskolába? Hát... látod. Van, aki még megy is tag. Azt hitted, mindenki leérettségizen? Na, megjöttünk. Mi is egyébként a másik küldünk? Ja, hogy struktúrákat kell lőni? Ja, igen. Hát ezt elfelejtettem. De hát még összehozható. Jó. Jó. Nagyon jó. Még 5 évet ki kell bírjak érettségi? Sima liba, sima liba. Használd ki jól azt az 5 éven. Utána. Nem lesz olyan jó. Jó. Uplink. Na, megyünk uplinkezni. Én egy taxit szeretnék kérni, egy csillagromboló, de hát figyelj. Csak halálcsillagig viszek embereket, ne haragudj. Itt van amúgy valami nép. Lehet valakivel beszélni. Ó, szerintem amúgy vele már én beszéltem. Kyle-al. Ez hol lehet? Amúgy menni kell beljebb, tehát hogy nem. Sajnos erre nincs idő. Srácok, még egy percetek van nevezni a Just Die Already-re. Jó. Log Jam. Szerintem itt a Logjam-nél se jártam még így a játékban. Defeat Darth Vader. Jó. Oké. Okay. Motorbót. Tehát magát a Vader nagyurat kell legyőznünk, srácok.
Vagy lehet jelentkezni? Attól függ, mire szeretnél. Na jó, hát ez valószínűleg már nem kell nekünk, mert így nem fogunk tudni modalni. Nagy úr, kemény fickó. Hogy működik egyébként ez? Mondtátok, hogy a shuttle-höz van közel. De hogy... Opácska. Jój. Mondtátok, hogy a shuttle-höz van közel. De hogy... azonnal, ahogy a shuttle ott van, már... ott is lesz Vader? Vagy hogy megy ez? Jézusom! Gomba, te segítesz nekem? Jó. Na, menjünk. Amikor még a buszon vagy, látod, hogy a repül a shuttle, és ahol leszáll, ott kiszáll. Azonnal, ahogy leszáll, azonnal kiszáll. Csak már ott már láttunk egy shuttle-t. És ott nem volt Vader, szóval valószínűleg akkor már megölték, gondolom én. Szia, Konzi. Múltkor véletlen belefutottam Vaderbe, jól elporoltál hátsómat. Ah, értem. Köszi. Úristen, ott kitört valami. Azonnal kiszállít, de gyakran vadásznak nem, mert jelenleg csak tőle lehet kapni fénykardot. Aha. Menni kell. Ez nem sikerült túl jól. Tehát, hogy ezzel még kettőt lát. Most már van új izé. Küldi-e Snapnek. Kék fénysugár mutatja, hogy hol van a nagy úr, ha. Na. Hát kaptunk új... Kaptunk új küldi, de ez... VTF. Sleepy sound. Az komoly. Nem találtál. Én meg igen. Haha. Nem mondanám azt, hogy jól állunk.
Nagyon rossz ez a fegyver. Á, nem, gabcsi, de hogy is. Ez a srác koronás. Akiről lőtt rám. Az gond. Nem lesz gond. Nem lesz gond. Ugye meghalom. Nem lesz gond. Hoppácska, hoppácska. Jaj. Jaj. Ne. Nem jó. És most vissza. Összezavartuk őket. Meg valahogy egyet elimináltam. Akarom mondani, VTF. Ne! Nem! De miért? Miért? Nem baj, srácok, 2 kill, 12%-os accuracy. Hát igen, ez a... ez az a blaster, ugye? Jó, azt nézzétek. Na, kinek lett ilyen karja? Akinek lett ilyen karja? Alani, hogy lubickolsz, akkor is egy helyben vagy. A... Tancban. Na nézzük. Nem ez érdekelt, hogy karállok, hanem hogy milyen küldik vannak. A nyertese pedig a Just Die Already-nek Safi, hogyha persze itt van. Darth Vader legyőzése jöhet majd. Igen. De előtte... Ja! Ja, hogy ja, srácok! Á, hogy itt lehet lejjebb görgetni. Ó.
Itt van, Szafi, jól van, mindjárt akkor küldöm a nyereményedet. Suttogó üzenet formájában. Greasy Groove token keresés. Logjam Lotus. Hát látjátok, nem tudtam. The Joneses. Mehetne a vödörvadászat, meg mehetnének a snapes kézkeresések. Minden településen van 3 token. Aha. Rocky Reels, én most oda szeretnék menni, srácok. Jaj. Cancel, mert ugye kaptunk Battlestart. És a Battlestarból tudunk venni egy ilyen skint. Malikra. Ezt a kék skint. Ja, és ezzel jár a kék kard, a kék pajzs, a kék griff, és a vörös zuhanás. Aha. Na, innen még kell ez a fegyverskin, a V-Bucky, illetve ez, és akkor meg lehet majd venni ezt a Stormfather-t. Aha. Értem, aha. Jézusom, már előrébb tartasz, mint én, mostában nagyon nyomadtad ezt a forti dolgot. Nagyjából egy hete játszok a játékkal. Hétvégén belecsúszott pár óra. Mi, most akkor ready vagyok? Ja, jó. Na, Szafinak már is küldjük a nyereményét, és akkor jön az újabb játék, amit meg lehet nyerni. Na, azt mondja, hogy Szafi, oké. És a kód. Parancsolj. El is ment, ha minden igaz. A következő játék, amit most meg lehet nyerni, The Dark Pictures Anthology Man of Medan. Na, mit szóltak? Hát azért ez csak izgalmasabb, mint egy Just Die Already. Mármint az alapján, hogy így erre csak többen neveztek, és nem kell erőlködni, hogy srácok, vigyétek már el a kulcsokat, nem tudok mit csinálni. Szavazás most nem lesz? Hát nem tudom, csinálnak-e a moderátorok előrejelzést, hogyha csinálnak, akkor lesz, hogyha nem, akkor nem lesz. Hogy szerezted meg ezt a skint? Beírod a böngészőbe azt, hogy fortnite.gg, és akkor meg tudod nézni, hogy melyik skin honnan szerezhető. Egyébként az enyém onnan van, hogy ez egy ilyen előrendelői bónusz a Borderlands 3-hoz. Tehát, srácok, snap, Rocky Reels. Hát ő jobb volt. Ő jobb volt. Ez elég gyors volt, srácok. Úgyhogy örüljetek neki, hogy nem volt előjelzés. Ez szétrombolja egyébként ez a gránát a cuccokat az épületekben. Aha. Hát ez nagyon izgalmas, nem lehet lapozni. Én a következő játékost akarom nézni. Az előttem levő srác tudott ugrani arra a kék fegyóra, én tudtam ugrani egyen lejjebb, és hát szarul oldotta meg ezt a támadást. De hát van ez így.
Ezért szoktunk mi lobbyba menni és onnan indulni újra. Ah. Én lapozni szerettem volna, hogy lássam így a többi játékost. Megérkezett? Na, zsír! Túlizg volt? Mert itt vagy is, tag, és hát, ja, teljesíteni kell. Ilyen szalkavatott szemek néznek. Oda néz. A Venom. Szevasz, Blade! Na, tehát snap, és akkor szerezünk neki kart. Nem baj, jó lesz. Hogy Fortnite? Hát srácok, szeretek Fortnite-ozni, benne van a menetrendben, pereg. De a menetrend már egyébként általában vasárnap este, vagy hétfő reggel már látható, szóval, hogy így ha meglepődtök, akkor az azért van, mert nem láttátok a menetrendet. De hogy ne, ez nem egy ad-hoc jött dolog. Hogy mikor mit próbáltam, felkelt el játékok, és akkor ott meg tudjátok nézni. Mikor mivel játszottam, mennyit játszottam. Amúgy nekem a Splitgate nem rémlik. Jó, a High Ground megvan. Egy halt. Ja, hát innen ne kell mennünk. Jó, semmi gond. Megyünk vissza. Na! Na! Ja, az elég szívás volt, hogy elbújt a bokorba, de igen, föl lehetett volna gyújtani elja.
Hát csak fel lehetne venni egy bountyt. Meghalt a spanú. Meghalt a spanunk. Szevasz, Connor. Szia, szia, hello. Szia, hello, szevasz. Ez most már meg is van. Na, következő, amit lehetne csinálni. Na hát! A jó kis third party! Legendary Burst Strife-on, ugye? Ez a spanunk volt. Ez végig a spanunk volt. Itt kempelt a bokorba. Hát ugye? Izgalmas gameplay. Jaj. Semmi gond, srácok, megyünk tovább. Azt mondja, hogy igen, hozzá lett skidünk. Igen. Tehát küldetések. Snap, és akkor mehet a következő. John sees. Hello, majd duo tudok tanítani egy-két trükköt. Srácok, hogyha nézői játék lesz azról, úgyis tudtak, mert fel lesz tüntetve. Jó. Na az mondjuk tök jó. Sleepy sound. Jó, az mehet. Grafikát kicsit nem húzod, de minek? Ez a full grafika. Eljátszak low grafiken. Azt hittem már, vagy minimum 3 évet olja. Hát. Tessék. Játszok. Ott van. Hol kell mutatni? Ott van, tessék. Tessék, hát most ezt mutogassam nektek. Elsebát, elvileg nyertél. Ahogy érzed, én inkább a teljesítményre megyek. Hát de... 120 FPS-en van full grafikán, minek vegyem lejjebb. Tehát, hogy fullos a grafika, és nincs FPS drop. Már jó, hát ilyen van FPS dropom, de az miatt van, mert rossz SSD-n van a játék. Tehát, hogy maximum van az FPS, és így a videókártya az így nincs kihasználva. Tehát, hogy tudom játszani full grafikán, akkor miért ne játszom, értem? Tehát, hogy leveltem low grafikára most azért, hogy 80%-os használat helyett 30 legyen a videókártyának. Ja. Ja, még exportáljuk is az FPS-t, így van. FPS exportot is nyomunk, igen. De amúgy a...
kompetitív játékban érdemes levenni a ZFPS-t. Srácok, itt lesz Vader. Az mi? Hát elsebet gratula a nyereményedhez. Így van, a GeForce Now elég király. Egyébként. Jaja. Ez két fős. Azt hittem, hogy girlfriend now. Jaj, Isten. Istok, te hogy lehetsz ilyen vicces? És én miért nem vagyok ilyen vicces? Megölték Vadert, ahogy látom. Ha van ott csirke, vagy valamelyik alatt, vagy NPC skin fel tudod fogni. Uha. Ezt most annyira nem értem. De mindjárt megértem. Tehát a küldetés. Snap. Oda megyünk, igen, oda. Jézusom, ott a third partizás eredménye. Várjál, te tárazok, haver! Aszta. Még egy lövés kellett volna a Prime Shotgunból. Nagyon komoly srácok, hogy mindenki ízével nyomja. Legendary fegyverekkel, ez beszarás. Szia Gregarius. Na, jó szórakozást. Jó szórakozást. Örülök, hogy tetszenek a streamek. Ha van ott csirke, vagy valamelyik alatt, vagy NPC skit fel tudod fogadni, akkor is ki tudod nyitni. Á, na, most már értem, Wolfwood. Tehát Wolfwood azt írja, hogy akkor lehet kinyitni azt az ajtót, hogyha felfogadunk egy NPC-t magunk mellé. És azt nézted, hogy a fákat már nerfeltek? Én nem vágom, hogy mit nerfeltek, most kezdtem játszani egy hete, vagy másfél hete. Season elején konkrétan három legendary-val kezdtél a fán.
Wow. Ja, amit ültetünk? Ja, értem, értem. Növénykék miatt elég könnyű lilával vagy jobbal kezdeni. Jogos. Jogos, amit mondtak, srácok. Abszolút. Jogos. Ez lesz az utolsó meccs. Addig elküldöm Esebátnak a nyereményét, illetve lehet még egy játékra nevezni, jó? És jó Man of Medanozást, Esebát. Steam-es kulcsot fogsz te is kapni. Ha van állat melletted, akkor a szép úgy érzékeli, hogy van melletted valaki. Milyen neted van? Milyen neted van? Elég jó. Megy rajta a stream, meg az internet. Meg a Borderlands is. 2 gigabites. Na jó. Nézzük mindjárt. Most meg hobba is lehet tolni. Elvileg Steam Remote-tal is működik a dolog. Azt nézd. Na, questek, snap, és a Joneses. Most kiugrunk. Sleepy, akármi, oda. Lehet egy kérdésed? Lesz még Project Lazarus? Ha látjátok a menetrendben, srácok, akkor lesz az az adott játék, hogyha nem látjátok, akkor nem lesz. Ja, hogy jövő héten vagy a jövőben lesz-e? Hát, merre meg azt mondani, mit tudom én. Ne haragudjatok, de mit tudom én. Instán privátba küldtetek videót? Nem, tilos. Nem engedem. Megtiltom, hogy ilyet csinálj. Valahogy fel kéne menni, de gőzöm sincs. Érted, ilyen te nevet választottam, no. Felkiáltó jel nev. Hát, mert így az a helyzet, amúgy Isten igazából azért, mert hát ugye választhattam azt, hogy Sotiris, azt, hogy Lajos, meg azt, hogy E-Hunter. Hát most, érted? Most melyiket választaná az ember? Nem férünk át. Te a Lajosra rám mentő volna, Isten? Hát mondjuk azt gondoltam. Na jó, de hát ide kellett jönnünk, azt én nem látom, hogy így... Hol a token? Valaki ott fut. Na hát! Hát ez kimentette. Kis cica volt. Srácok, ő kis cica volt, ne haragudjatok. Az ellenfelünk egy kis cica volt. Ú, tényleg akkor még nyomtam a gohot. Azóta szegény goh amúgy partipi. Meg aki tudja, hogy mi az a Star Wars Galaxy Heroes. Szegény Galaxy of Heroes. El se indítottam. Már vagy 4 hónapja, ha nem több. Micsoda, te is lejöttél róla? Róla, partipi. Wow.
szar lesz ezzel a kocsival menni. Mi a küldetésem? Srácok, nekem a Sleepy Soundba kell tokent szerezni. Ha nem tudom, hol lehet az utolsó token? Nem mutatja sehol. Itt egy whiplash. Egyszerűen nem látom sehol. Egy valaki rajtam van. A túlpart is annak számít? Ó, köszi. Viszlát. Ott van. Köszi, jó volt a tip. Míg a 67. vagy arénába. Azt nézzétek. Ja, ja bocs. Milyen fejhallgatót ajánlok Xbox One-hoz? Ami nekem van, az szerintem tök jó. Úgyhogy azt, például. Na, srácok. Aha. Az megvan. Legtoken. Oké. Okay. Aha. Jó. Meg lett a galaktikus legenda Kenobi, aztán abba hagytam. Elment a kedvem tőle, egyre több időt igényelt volna. Meg a guild is elkezdett teljesítményorientált lenni, ami nekem már nem fér bele. Aha. Előrejelzés úgy lett hagyva? Az gond. Az gond. Az gond. Istom. Hát mindjárt akkor törlöm. Ja, menni kell? Megyünk.
Na jó, hát ez nekem valószínűleg nem fog menni. Nem, nem, azt lezárjuk, Szemenz. Valaki megmondja. Egy kis előrejelzésért. Egy kis előrejelzéses pontokért. Már háború robban ki. Szemenz. Visszaadtam a pontokat, a pontyokat. Megint nincs shieldünk, azt kell. Na jó, az is jött. Menni kell bejjebb. Hát nem tudom, Szemez, hogyha én nem figyelem, meg ti nem figyelitek, akkor igazából zárni kell az előrejelzést. Menni kell be. Hoppá, hoppá. Ötös. Ja, spanunk. Nagyon jól csinálja amúgy. Hát?
gond. Ne! Ide esik az airdrop rám. Jó, még bejebb kell menni. Egy ott van fönt. Na végre nem sötét van, srácok. Nem feltűnő. A third partizás eredménye is, srácok.
Nem tudta, nem sejtette, lassan mentünk, hogy még a vizuális hangjelzése mutassa neki, hogy itt vagyunk, és GG easy. Jaj, ez jó volt. Hát így kell befejezni, srácok, a Forti streamet. Nem túl elegáns? Hát ez nem, ez semmiféleképp nem volt elegáns. Undorító a third partizás. Ez undorító. Mi a kedvenc játékom, Telon? Hát, jelenleg szerintem a Pokémon Go. Hát nézni jó ezt, igen, de átélni, mármint, hogy a szenvedő alanynak lenni nem jó. Nem jó. Na, hát srácok, amúgy szerintem nagyon jól zártuk a mai Forti streamet, volt win is, illetve a küldetésekkel iszonyatosan jól haladtunk. Persze, nyomtuk a Vibe-int, de le kell győznünk majd Darth Vader-t, ugye? Illetve csináltunk weekly küldiket. Szerintem szépen haladtunk a weekly küldikkel, arról meg nem is beszél, vagy a snap-es küldik. Azok, amiket így a térképen kell megkeresni, azok már így, hát, három dolgot leszámítva minden megvan. Ugye kell egy nadrág a Greasy Groove-ból, egy kesztyű a Logjam Lotus-ból is, és egy token kell még nekünk a Jones-ból, és a többi az már csak weekly. A weekly-ket pedig ma rájöttem, hogy úgy lehet szerezni weekly küld, majd úgy lehet csinálni weekly küldiket, hogy ugye ezeket csináljuk, és hát ez elég világos, viszont az nem volt világos, hogyha én mondjuk ezt a sapkát szeretném, akkor a V5-ösből kell nekem kettő még. Azt hittem, hogy ez úgy működik, hogy még egy weekly questet megcsinálok, és akkor megadja, de nem, hanem az első heti weekly küldiket kell csinálni. Viderhez ajánlom a csapatos? Persze. Azért is nem a Vibe-innal haladtam, mert azt így Adriékkal akarom majd csinálni. De hogyha most előrébb megyek egy kicsit igazából, amikor ők csinálják, akkor legalább tudom majd fedezni őket. Úgyhogy... ezért csináltuk a snapet most, meg ezért csináltuk a weekly-ket, mert ezek olyan dolgok, hogy így szerintem ezek látványosak, legalábbis abból a szempontból, hogy van egy olyan challenge, hogy Timber Pine-okat kell kiütni a Ripso Launcherrel. Szerintem az, hogy ilyet csinálunk, és utána még megpróbálunk bejutni a top 10-be, vagy mondjuk megnyerni a meccset, az szerintem tök jó. Úgyhogy, srácok, üldiztünk ismét csak, 6 szintet léptünk, majdnem 7-et. Még egy fél szint kellett volna a 7-es szinthez. Legalábbis azt hiszem, hogy 6 szintet léptünk. Megnéztük, hogy mik vannak az item shopban, milyen skinek vannak. Fortnite-ozások történtek. Jövő héten nem lesz szerintem két alkalom, amikor Fortnite-ozunk, de hát ki tudja. Azért siege-ezni is kéne. Szóval lehet, hogy jövő héten egy siege, egy forti. Vagy még annyi sem, mert be kell fejezni a straight, meg az as task force-t. Majd még meglátjuk. Remélem, hogy tetszett nektek, srácok, ez a pár óra forti. Lesz még a jövőben. Látjátok, élvezem a játékot, úgyhogy ameddig élvezem, addig nyomjuk.